Átcsoportosítja a kormány a mezőgazdaságba jutó forrásokat. Fazekas Sándor szakminiszter bejelentette, várhatóan 2015 után nem jár uniós forrás az 1200 hektár fölötti területek után. Az így felszabaduló körülbelül 20 milliárd forintot zöldség- és gyümölcstermesztéssel, illetve állattenyésztéssel foglalkozó vállalkozások kapják majd. 50-70 ezer munkahelyet remél az agrártárca, az állattenyésztés, a zöldség, gyümölcs és vető magtermesztés megújuló támogatásától. Megteremtettük azt a nemzeti mozgásteret, amely lehetővé teszi azt, hogy a nagybirtokok terület alapú támogatásából 20 milliárd forintot kapjanak az állattartók. Ez azt jelenti, hogy 1200 hektár terület fölött a terület alapú 100%-át vonjuk el és használjuk fel jószágtartás támogatására. Fazekas Sándor azt mondta, az utóbbi években nagyon lecsökkent az állatállomány itthon. Szerinte ez pótolni szükséges, már csak azért is, mert ez az ágazat jellemzően több embernek képes munkát adni, mint a nagyüzemi növénytermesztés. A kormány döntésnek vesztesei is lesznek, erről Lázár János beszélt. Ilyenek lesznek azok, akik kevés embert foglalkoztattak, nagy területen csak növénytermesztéssel foglalkoztak, és biztos, hogy több munkahely lehetőségére nyílik lehetősége azoknak, akik zöldség, gyümölcskertészetekben, vagy éppenséggel állattartással foglalkozó kis- és középvállalkozásokban, vagy netán nagyüzemekben dolgoznak, vagy ott tulajdonosok, vagy ott tevékenységet folytatnak. Újságírói kérdésre hozzátette, az sem érdekli, ha az érdeksérelmet szenvedett nagyvállalkozót Csányi Sándornak, vagy Simicska Lajosnak hívják. A kormány nem az alapján mérlegelt, hogy ez Simicska úrnak vagy Csányi úrnak jó vagy rossz. A kormány az alapján mérlegelt, hogy a vidéken élők számára hogyan tud életlehetőségeket teremteni. A nagybirtokoktól elvont 20 milliárdon felül a következő 7 évben további 212 milliárd forint plusz támogatást is ígértek a miniszterek, elsősorban a kis- és középvállalkozásoknak. Az Európai Bizottság és Magyarország egyébként hamarosan aláírja a megállapodást a következő 7 év uniós pénzeiről, így Lázár János szerint a pályázatok már várhatóan ősszel megjelenhetnek.